Sem volt Nyugi Manó program, mégis felnőttünk, de hogy talán egy picit azért, hogy mondjam, komolyabb volt a kémia a szülő és a gyermek között, és itt nyilvánvalóan a jelenlevők mindig kivételek, de hogy nagyon könnyen el tudunk csúszni egy-egy probléma fölött, bezavarni a szobába, odaadni az elektromos eszközöket, már köszönjéket pattogtatok, de hogy valami szükség van ezekre a programokra, ez nem egy ilyen, hogy mondjam, modern időkbe átültetett pótszülő ez a projekt? Nagyon nem. Az alapgondolat, és ezen fölhívom a figyelmet, hogy itt azért egy 80% van, ahol rendben van minden. Ezek a szavak, ezek a gondolatok, amiket mi összeállítottunk, ezeket a gondolatokat a szülők mondják a gyerekeknek, gyakran hallják ezeket a gyerekek. Viszont, ugye, ahogy említetted, pár évtizeddel ezelőtt, hogy mi is felnőttünk valahogy. Na most biztos, hogy az a minta, ahogy mi felnőttünk a betonházak között kulccsal a nyakunkban, vagy a hetedik határban, vagy úgy, hogy kevésbé foglalkoztak velünk, vagy esetleg tudunk egy kicsit magasabb szintet adni, egy magasabb szintről indulni. Ez az anyag segítség amúgy a szülőknek is. Tehát beletettünk olyan gondolatokat szándékosan, amiket gyakran nem mondunk ki. Tehát például az, hogy ha elrontottál valamit, megpróbálhatod újra, vagy nyugodtan lehetsz mérges, vagy egy csomó olyan gondolat, hogy szeretlek például, ami lehet, hogy elsikkad, és nem halljuk meg. Az, hogy teljesen normális az, hogy nyugtalanság van bennem. Tehát gondoljunk egy kicsit bele abba, hogy csak egy egyszerű nap, itt a nyár, hogy elmegyünk egy strandra. Mennyi stressz faktor ér minket? Az úton... Például, hogy nem lett meg a Beachbody idén nyára. Hát azért a 7 percért, ugye most jött szembe ez a mém pont, hogy én azért a 7 napért inkább elviselem azt, hogy beszóljanak, mint sem, hogy szenvedjek a konditerembe. De fordítva, tehát mondjuk egy lángosnál, egy indulj, egy siess, egy hajcsán, egy persze. Kisgyereknek biztonságra van szüksége. Biztonságérzete van szüksége. A biztonságérzetet azt a környezet adja meg, és az nem abból fakad elsősorban, hogy milyen eszközöket használunk, hogy milyen kütyük vannak, ahogy az elején említetted, hanem a biztonság az, hogy bízom benned, és nyugalom vesz körül. És a nyugalom az, ahol döntést tudunk hozni, megfelelő döntéseket tudunk hozni, és sajnos a nyugalom az, amiből egyre kevesebb van. Itt van velünk a vonalban egy anyuka, a titulus mellett lehet, hogy még más is hozzátehetünk majd. Őt Magenheim Jucának hívják, aki alkalmazza ezt a technikát, ezt a Nyugi Manó projektet. Egyébként, még egyszer mondom, ingyenesen elérhető a videó megosztón. És itt is van velünk a vonal túlsó végén, hogyha minden igaz. Szervusz, Juca, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Jutra vagyok. Nagyon szépen köszi, hogy csatlakoztál a reggelünkhöz. Ugye nyilvánvalóan, vagy bízom benne, hogy követted a beszélgetést eddig, ugye itt volt egy kis bejátszó is ebből a programból. Nekem az alkalmazása lenne az első kérdésem, hogy hogyan alkalmazott te, vagy akár a gyermeked, ugye Tamás így mondta nekem adáson kívül, hogy felnőttek is használják egy-ketten. Neked miben segített, és hogyan alkalmazod a Nyugi Manó programot? Mi 3 hete kaptuk ezt a programot egy barátunktól, és azóta hallgatjuk a 8 éves nagylányommal. Szerintem egy fantasztikus. Én úgy érzem, hogy a mai gyerekek ezt a rögtön, de azonnal mindent világukat élik, és a felnőttek is, és ők is rohanunk. Úgyhogy mi imádjuk ezzel kezdeni is a napunkat, hogy bekapcsoljuk, lefekszünk egymás mellé, hallgatjuk, és már pozitívan indul. Imádjuk a napunkat befejezni is vele, hogy tényleg 3 gyerekkel, 2 éves ikrekkel, tök jó az, hogy összebújunk, és a 2 évesek is hallgatják, és kicsit lelassulunk, megnyugszunk, mert azt gondolom, hogy a mai világban tényleg erre a lelassulásra, befelé figyelés nem csak a felnőtteknek, hanem sajnos a gyerekeknek is szükségük van, és eddig ezzel tényleg senki nem foglalkozott. Tök őszinte leszek, hogy én magával a meditációval nagyjából egy ilyen 2 éve találkoztam először, amikor volt már türelmem, és nem tudom, érkezésem arra, hogy leüljek és meghallgassak egy ilyet. Elején nagyon bénán éreztem magam, főleg, hogy egy olyan zajból jöttem a haverjaimtól, hogy ez egy teljesen fölösleges dolog, és most már tudom, hogy ennek micsoda ereje van, de hogy a gyermekek hogy reagálnak erre, ez volna a kérdésem, hogy miután kinyitja a szemét a 8 éves gyermeked, ugye azt mondtad? Igen. A 8 éves gyermeked utána, ott mit tapasztalsz rajta tényleg, hogy adjunk már valami kulcsot azoknak a kezébe, akik ezt nem tudják elképzelni? Először kinevetett, őszinte megmondom, hogy dehogy anya nem, és utána, amikor együtt csináltuk, és már naponta, minden nap többször hallgatjuk, ugye szárnyal azóta a gyerekem, én úgy gondolom, hogy sokkal több önbizalma van, végre nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, mikor kötelezőt olvassuk, hogy ez úgyse fog nekem a suliba
sikerülni, hanem végre pozitív, hogy igen, tök jó, alig várom már az iskolát így a nyár közepén is, úgyhogy megölelget, megszeretget utána. Tehát nagyon jó az, hogy tényleg, amit a Tamás is mondott, hogy szeretlek, fontos vagy, és hiába mondjuk, ez egy annyira jó megerősítés, hogy 8 percig csak a pozitívat tolod a gyereknek, vagy hát tolja ez a meditáció, hogy szerintem fantasztikus. Figyeljetek, a Nyugi Manó program, az a modern családok ópiuma, én úgy hallom, tehát, hogy konkrétan Juca hangjában olyan nyugalom van most éppen, hogy kérek belőle én is, tényleg, így a reggeli műsor előtt, mi is feküdjünk itt le a földre a Petőfi Rádió stúdiójában, és hallgassuk meg a Nyugi Manó programot. Tamás, mi a cél? És mi a továbbfejlesztetési lehetőség ebben a projektben? Ugye most egy anyag van fenn, segíts nekem, nagyjából 20 perc? Van egy bevezető, az 3 perc, illetve 8 perc. 8 perc, még annál nagyon is rövidebb. Rövid. Mi ennek a folytatása? Kaptunk megkereséseket, én nekem most párás lett a szemem, őszinte megmondani, hogy álmomban nem gondoltam volna. Hogy, amit mondtál, tényleg. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez egyáltalán bárkit is érdekelni fog ez a sztori. Igazából jött néhány megkeresés, és olyan verziókat, ahol nincs alatt a zene, csak a megerősítések mennek, hosszabbított verzió, ami mondjuk több órán keresztül akár alvással le. Aha. Illetve a szubliminális rész, ahol halkan szól a megerősítés az emberi fül számára nem hallatóan, és akár egy ilyen alvós bébizene alá betenni. Egy jó fehér zaj. Így, abszolút. Hát mondjuk az én hangommal, de mindegy, így jártunk, ez van készleten. Szerintem működik. Így, köszönöm szépen. Úgyhogy ezek még föl fognak kerülni, és használja mindenki, aki tudja. Akár ahogy a bevezetőben van, hogy órák előtt is be lehet játszani, hogy a gyerekek egy kicsikét megérkezzenek, akinek amilyen kedve van, amihez kedve van, és hogyha van ötlet, vagy gondolat, akkor természetesen írjanak, és meg fogjuk csinálni, hogyha ezt hasznosnak tartják az emberek. Nagyon szépen köszi, Juca, hogy csatlakoztál, köszi, hogy itt voltál, és sok-sok nyugi manót kívánok neked, meg a gyerekednek is, minden jót! Köszönjük, sziasztok! Köszi Tamás, szépen. Neked pedig legalább akkor a köszönet, hogy elhoztad ezt nekünk, hogyha lesz part 2, ahogyan egyébként a streaming oldalakon, akkor nyugodtan promózd be itt, szerintem az ilyenre szükség van a világnak. Jobb hely lett egy fokkal tőletek. Köszi szépen, hogy itt voltál. Hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm. Egy nagyon kellemes Velhello dallal folytatjuk. Játszottunk már magyar zenét, sokszor volt már így, azonos címe van ennek a dalnak, és a pontos idő 7:52, és nem sokára egy király dal premierrel folytatjuk. A The Beavers készülődik itt az A38 hajó fedélzetén. A Petőfi Rádió játssza a legtöbb magyar zenét. Zenében első, ez a Petőfi Rádió.